Tiszta Amerika, nem? Kinek kell itt elutazni Kaliforniába? Kumbaracsnál a heverő medvetalp kaktusz az, ami elkezdett terjedni. Kiszorítja az őshonos fajokat, egyszerűen elveszi a területet az őshonos életközösségektől. Ahol felszaporodik, ott azért már problémát okoz a legeltetés során is. Nem őshonos, tehát egy verseny előnyben van, mert ő teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, nincsenek itt a természetes ellenségei. Jó, tehát ladány belefele nem megyünk ki az úton. És ezek a kaktusz voltak? Igen. Én az ELTE-n tanítok, inváziós ökológiáról tartok speciálkurzus, pár hallgatóval jöttem most így a kurzus keretében. Megkérszünk? Ásóval a lányulok. Kedvelt dísznövények, de aztán az emberek rájönnek, hogy szúr. És akkor az egyik terjedési útvonal az, hogy rájönnek, hogy szúr és kellemetlen, ezért aztán kidobják valahova zöld hulladékként. Egy kisgyerek került a családba, és akkor féltek, hogy megszúrja, és akkor kiszedték. Ott a házunk előtt, a fenyvesbe, oda meg úgy került, hogy szintén volt a szomszédnak, és akkor kivitte. Azt gondolják, hogy na majd ott lebomlik, de túlél. Tehát főleg száraz helyeken túl tud élni. Így nem is gondol az ember arra, hogy ez most honnan jött ez a növény, kell-e ide, vagy árthat-e. Szerintem itt a 100 embert megkérdeznénk, hogy az akác az őshonos növénye, biztos azt mondanák, hogy az. A másik jelentős útvonal, hogy vannak páran, akik úgy gondolják, hogy szeretnék gazdagítani a táját, újabb fajokat bevinni, és kinéznek egy szép dolomitsziklagyepet, és oda kiültetik. Ugye az összes kaktuszfaj Amerikában őshonos, konkrétan az, ami itt terjed, a heverő medvetalp kaktusz, az észak-amerikai prérin él, tehát az azért inkább a nem sivatagi, hanem szárazgyepi, erdősztyep klímához alkalmazkodott faj. Simán túléli a hideg teleket. Az a lényeg neki, hogy olyan helyen legyen, ahol hideg van, oké, az lehet, mínusz 20 fokat is kibírja, csak ne legyen nedves hideg. Orgona bokrok is voltak, és ezek is már kiszáradtak. Itt szedtem még itt orgonát anyák napjára. Van egy kollégám, Kelemen András, aki szintén gyűjti az előfordulásokat, és ő már 60 előfordulásról, kivadulásról tud. Volt a Pilissei-hegység sziklájén Kesztölc mellett, Vértesben, Balatonfelvidéken, leginkább a Kiskunságban, ott nagyon gyakori. De itt is ugye Kumbaracs, ez az egyik általam ismert legnagyobb állomány. Tehát Kiskunság, Alföld, plusz a Magyarország sziklás meleg szikla oldalai. Na. Még valahol ott kell elvágni, mert ez valahol nagyon gyökér van. Segíteni. Tudok gondolni, hogy egy kicsit más szögbe, hogyha megküldjük az ásóval. Van, itt is olyan, hogy van, akit nem érdekel, tehát ahol a legnagyobb terület van, az is egy támogatott terület, ugye onnan nem lehet csak úgy kiszedni, mert akkor átminősítik a területet, és akkor már nem gyep többé. És akkor ezért engedélyt kell bejelezni kell ugye az államkincstár felé, hogy itt valami fog történni, ami nem illegális beavatkozás, hanem mondjuk ez egy környezetvédelmi, igen. De hát ugye a törvényben például a kaktusz nincs benne, mint inváziós faj, úgyhogy tényleg ez az, amitől ő fél, és jogosan, hogyha az ott látszik, hogy így fölástuk, mert ez már így látszik, akkor elveszik tőle a támogatást. Azért majd oda egy kicsit később, hogyha ezt jobban elő tudjuk készíteni, mert az ott, hát azt mondta Zanika, hogy ilyen 100 és 500 négyzetméter között, tehát az egy nagyobb terület, ott jól elterjedt. Ugye most még kicsinek látszik a probléma, mert csak egy-két négyzetméter itt-ott, és nem látszik, hogy ebből gond lenne. Viszont tudjuk, hogy a mediterránban ezek a fajok is, meg más opuncia, tehát medvetalp kaktuszfajok is nagyon súlyos problémákat okoznak. Konkrétan a Vértesben van egy területen, sziklagyepen egy állomány, amit az helyi természetvédelmi őr 2017 óta próbál kiszedni és felszámolni. Minden évben vissza kell mennie, minden évben monitorozza, és idén megint talált pár hajtást, ami újra kijött. Tehát azért ez egy hosszú távú projekt. Egyre több van. Kaktusz látszólag védtelen, de azért ott vannak a tövisei. Nagyon jól tud vegetatívan, tehát a hajtásaival szaporodni. Minden egyes kis hajtása le tud gyökerezni, hogyha letörik. És van egy másik módja a szaporodásának, a maggal való szaporodás. Ez sokáig nem volt egyértelmű, hogy vajon Magyarországon képes-e magról szaporodni, de most már bizonyított. Vegetatívan is jól szaporodik, meg csirázva is, tehát magról is jól szaporodik. Ami leesett kis levél, azt hajtott ki.
nagyját így ásóval viszonylag egyszerű kiszedni, pláne egy ilyen homokos talajon. Szerintem helyzettől függ, hogy mikor, hol, mit lehet bevetni. Ha ott van körülött egy őshonos növényzet, ott van körülött egy valamilyen gyep, akkor én nem szívesen ajánlanám a vegyszeres írtást, mert ez a ottani többi növényt is elpusztítja. Azt mondta anyukám, hogy nagyon mély, ő nem tudta teljesen kiszedni a gyökerét. Ha nincs ott semmilyen őshonos növény még egyelőre, akkor lehet próbálkozni vegyszerezéssel is. Hát egy ilyen általános növényírtóval. Azt tudom, hogy mondjuk Spanyolországban használnak növényírtót ellene védett területeken is, mert annyira nagy a probléma. Ugye a korai megelőzés az mindig sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Most itt eltöltünk egy napot, a felét kiszedjük. Most még olyan könnyű munkának tűnik, hogy ha beteríteni a fél legelőt, akkor az már nehezebb és nagyobb munka lenne. Monitorozni kell, ahogy ott a vértesi esetben is. Visszamegy az ő rendszeresen, minden évben ránéz egyet, és megnézi, hogy vajon kihajtotta újra, vagy sem.